Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Harmatozzatok egek onnan felülről, és ti felhők hullassátok közénk az igazat. Nyíljék meg a föld, és teremje meg az üdvözítőt. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket advent 4. vasárnapján. Ezt a Szent Misét Péter János és felesége Mária lelki üdvéért és a nagyszülőkért ajánlom fel. Adventi koszorunkon már ott világít a 4. gyertya. Meggyújtottuk a 4. gyertyát, és készülődünk Urunk Jézus Krisztus születésére. A Szent Mise elején tekintsünk önmagunkba, és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Te Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig, és ez lesz a béke. Ez az Isten igéje. Amen.
eszke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Krisztus, amikor a világba lép, így nyilatkozik. Áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet adtál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égő áldozat, ezért így szóltam, íme elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtetelsben uram írva van. Először tehát ezt mondta. Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égő áldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted. Jól lehet ezeket, a törvény írta elő. Azután így folytatta. Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat. Tehát az előzőket eltörli, hogy helyébe állítsa az utódi. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer és mindenkorra megszentel bennünket. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! És a te lennetek! Evangélium Szent Lukács könyvéből! Az angyal üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felújongott a magza, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magza. Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Ezek az evangélium igény. Áldott téged, Krisztus! Kedves testvérek! Advent utolsó hetében, a közvetlen felkészülésnek az idején, az evangéliumokból sorra vesszük azokat az eseményeket, amelyek Jézus születését megelőzték. Máté szükszavúan tudósít, arra figyel, hogy beteljesedett a prófétai jövendőlés. Lukács gondosan utána járt mindennek, kiegészíti Máté beszámolóját. Mindkét leírásnak vannak saját részei. Lukács Máriát helyezi a középpontba, mint hogy az imént hallottuk is az evangéliumban. Mária igenje áll előttünk, és Isten iránti bizalma erősít meg bennünket. Máté Józsefre teszi a hangsúlyt, Józsefre fókuszál. Igaz emberként mutatja be, aki töpreng, Isten elé viszi a problémáját, majd ráhagyatkozik az angyalnak a szavára. Mennyi kétség és kérdés lehetett Máriában, ha végig gondolta az angyalnak a szavát és annak következményeit. És talán fel is tette a kérdést, hogy hogyan fogadja majd a környezet, főként József mindezt. Milyen lesz a gyermek, hogyan alakul majd a sorsa? Mária egészen Isten kezébe teszi életét. És talán, sőt, biztos, hogy Józsefben is kérdések fogalmazódtak meg. Nem csak az, hogy kitől van ez a gyermek, kitől van a gyermek, hanem a további feladatok, teendők egész sora állt előtte.
ő is ráhagyatkozott az Istenre. Nem könnyű felfogni és elfogadni, ha Isten átalakítja az életemet. De ugyanígy nehéz beszélni arról is, hogyan találkoztam Istennel. Sokszor szentek életében magát az eseményt olvashatjuk, de a magunk Isten élményét alig tudjuk, vagy alig merjük elmondani. Mert a szenttel való találkozás valóban alig elmondható, inkább megsejthető. Nehéz erről beszélni. És amikor az ember Isten felé fordul, akkor észreveszi a másik szükségét, és elindul feléje. Minden szent áldozáskor mi is magunkhoz fogadjuk az Úr Jézust. Mi is Isten hordozókká leszünk, úgy, amint Mária volt. De vajon észreveszünk-e azt, hogy a környezetünkben, a barátaink között, a családunkban kinek van szüksége a mi segítségünkre? Tudunk-e elindulni feléjük? Merünk-e elindulni feléjük? Ha nem, akkor nem igazán fogadjuk be az Urat. Nem egészen vagyunk Isten befogadói. Gondoljuk át, hogy a Szent Misén való részvételünket és a szent áldozásainkat, és kérjük az Urat, hogy jobban szerethessük őt, és úgy fogadhassuk be, ahogy az ő szent anyja Mária is befogadta az Urat. Most talán azt kéri tőlünk Jézus, hogy komolyan fogadjuk be őt az életünkben. Engedjük, hogy valóban megszülethessem a szívünkben. Hallgassuk meg hangját, hogy mit akar mondani nekünk a lelkiismeretünk által. Készítsük elő lelkünket a vele való találkozásra. Legyünk mi is méltó tabernákulumok, ahol Jézus lakik. Legyen Mária példa számunkra. Ezekben a napokban sok ember figyelmét az ajándékok vásárlása köti le, mert szeretnék a legmegfelelőbb ajándékot adni szeretteinek. Szeretnénk ajándékot adni, vásárolunk is, kell is, hiszen szeretetünket így is kifejezzük. De a legtökéletesebb ajándék az, ha mi a szeretetünket adjuk valójában. Igyekezzünk Jézust vinni magunkkal, ahová csak megyünk, mert mindenki rá van leginkább szüksége Jézus Krisztusra. És karácsony ünnepe felkínálja a lehetőséget, hogy találkozzam Istennel. Ha tudok nyitott lélekkel ünnepelni, ha tudok a szavára hallgatni, meg fog szólalni bennem. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a hátralevő héten a találkozásért. József az igaz ember, mielőtt döntene, Istenre figyel. Mi történt és miért történt? Mi az ő akarata ebben a helyzetben? Tehát a közergő karácsony ünnepe akkor lesz igaz és szép és felemelő, ha meg tudjuk nyitni a szívünket Isten felé. Ha nyitott szívvel közelítünk az ünnephez, akkor megtapasztaljuk, hogy az Úr maga ad nekünk jelet, hogy kegyelmével eláraszt születése által. A jó Isten adjon nekünk áldott készülődést még ezen a héten, és ha vannak az út közben halmok, gödrök, azokat simítsuk és egyenesítsük ki. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből,
megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül a mindennek jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, az Úr közel van. Kérjük Urunkat, Istenünket, hogy a boldogságos Szűz Mária példája nyomán szent vágyakozással készüljünk Jézus születésének ünnepére. Az áldásodat Ferenc pápánkra, László főpásztorunkra, püspökeinkre és lelkipásztoraimra, hogy hivatásukat szent hűszóságban teljesítsék. Az áldásodat a nemzetekre, hogy őszinte szeretettel közeledjenek egymáshoz. Add áldásodat egyházközségeinkre, hogy egyre gyarapodjék a boldog jövőjét áldozatot vállaló gyermek szerető családok száma. Elkül szeretteinket pedig örvendeztesd meg az örök otthon boldogságával. Adjunk bátorságot azoknak, akiknek szívében a kapitulatást előtetted. Fedezzék fel, hogy az igazi öröm és az igazi élet nem a világban van, hanem csak te adod meg számunkra. Mennyei Atyánk, te szent fiad által meglátogattál minket. Engedd jóságosan, hogy mindnyájunkat örömmel tölts el az ő látogatásának ünnepe, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Isten, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtől termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy ugyanaz a Szentlélek, aki a boldogságos Szűz Mária méhét eltöltötte égi erejével, szentelje meg oltárodra helyezett áldozati adományainkat, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya, az ő közelettét jelezte Keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újjongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget, erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket,
a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett, ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizze meg engem az örök életre. Krisztus vére őrizze meg engem az örök életre. Krisztus,
Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, magunkhoz vettük örök megváltásunk zálogát. Kérünk, hogy minél inkább közeledik karácsony ünnepe, annál nagyobb odaadással készüljünk Szent Fia csodálatos születésének méltó megünneplésére, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy december 21-én kedden az esti szentmise a tisztító tűzben szenvedő lelkekért lesz felajánlva. December 24-én, pénteken, az esti éjféli szentmise 22 órakor kezdődik. December 25-én, karácsony Urunk születése, délelőtt 10 órakor lesz a szentmise. December 26-án, Szent Család ünnepe, délelőtt 10 órakor kezdődik a szentmise. A Kajsza és a Kabarc család élő és elhunyt tagjaiért lesz felajánlva. Most a szentmise után itt maradok gyóntatni, és aki szeretne, az még gyónhat. Szentmise előtt sajnos nem tudtam ideérni. Szentmise után fogadalmi
szentségimádás kezdődik, ami 15 óráig tart. Most fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, és szolgáljátok Istent szeretetben. Istennek legyen áldása.